tarthatatlan helyzet Csurgón, sem a jegyző, sem az aljegyző, de a hatósági iroda vezetője sem folytatja a munkát október 1-től. Pannónia program. A Matek kaposvári kampuszának hallgatói is szerezhetnek külföldi tapasztalatot. Digitalizáció. Vállalkozói fórumot szervezett a VOSZ. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Közös sajtótájékoztatót hívott össze 4 Csurgó környéki település vezetője a dél-somogyi városban. Mint elhangzott, tarthatatlan helyzet alakult ki a közös önkormányzati hivatalban. Sem a jegyző, sem az aljegyző, de a hatósági iroda vezetője sem folytatja a munkát október 1-től. A megválasztott új csurgói polgármester Ilia Csaba szerint biztosította a hivatal működése, megbízott jegyző kezdi meg a munkát október 1-től. A kis települések vezetői szerint erről azonban nem egyeztettek velük. Tarthatatlan az a helyzet, ami az elmúlt hetekben kialakult a csurgói közös önkormányzati hivatalban, amelyhez 8 település tartozik, mondta Madarász Zoltán, Porrok polgármestere, aki 3 környező falu megválasztott vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót a dél-somogyi városban. A kis települések polgármesterei úgy vélik, a június 9-i önkormányzati voksoláson megválasztott új csurgói polgármester Ilia Csaba túllépte hatáskörét, és a város jegyzőjével sem szeretne a jövőben együtt dolgozni. Olyan tevékenységet fejtett ki, amely az én olvasatomban jogszerűtlen, hiszen olyan döntéseket hozott már a hivatalba lépése október 1-e előtt, ami a hivatali munkát konkrétan ellehetetlenítette. Jelen pillanatban a csurgói közös önkormányzati hivatal úgy néz ki, hogy jegyzőasszony, egy fiatal Csurgóra betelepült csurgói lakos kétgyermekes családanya, Ilia úr a nyár folyamán közölte vele, hogy nem kíván vele továbbiakban együtt dolgozni, tehát ő szeptember 30-ával közös megegyezéssel, még a jelenleg regnáló testület döntése alapján közös megegyezéssel távozik a hivatal éléről. Mint Madarász Zoltán elmondta, Csurgó aljegyzője közös megegyezéssel kezdeményezte távozását, valamint a hatósági iroda vezetője sem folytatja már a munkát a városban. Ő már máshol jegyzőként dolgozik. A közös hivatal szervezeti és működési szabályzata alapján azonban alakuló üléseket, illetve az átadás-átvételeket a jegyző, az aljegyző, illetve a hatósági iroda vezető szervezeti bonyolíthatja, folytatta Madarász Zoltán. Mint hozzátette, tudomása szerint a közös önkormányzati hivatalban a jegyzői poszt betöltésére nem írtak ki pályázatot, de az állásra már biztos befutóról van tudomásuk. Erről azonban nem egyeztetett Ilia Csaba a körjegyzőséghez tartozó többi település vezetőjével hangzott el a sajtótájékoztatón. Megdöbbentett, hogy mennyire a fejünk fölött és a megkérdezésünk nélkül születnek döntések. Ebben az időben pletyka szinten már hallani lehetett, hogy a megválasztott polgármester úr új jegyzőt hoz, nyilván a személyét nem ismertük, velünk polgármesterekkel, kistelepülési önkormányzatokkal egyeztetést le nem folytatott. A kialakult csurgói helyzetről Madarász Zoltán, Porrok polgármestere tájékoztatta a felügyeleti jogkört ellátó Somogy vármegyei kormányhivatalt, hangzott el a sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Jeszek József, somogybükkösdi, Fagyas József, somogycsicsói településvezető, valamint Vuk Attila megválasztott szentai polgármester is. Mint elmondták, a személyi változások és a döntések miatt bizonytalanságot tapasztalnak a hivatal életében. Csurgó leköszönő polgármestere Füstös János is aggodalmát fejezte ki. Eddig ez a város egy nyugodt, békés kisváros volt, ami a 18 településnek a járási székhelye és körzetközponti szerepet is betöltött. Az elmúlt heteknek az intézkedései alapján ez a körzetközponti szerepnek a gyengülése is látszik, annak ellenére, hogy még az új képviselőtestület nem is kezdte el a munkát. Csurgó egy hátrányos helyzetű település, kevés a jó szakember, és én azt gondolom, hogy minden jó szakembert nem csak Csurgón, hanem több nagyobb, prosperálóbb településen is meg kell őrizni, és meg kell becsülni őket.
Ilia Csaba megválasztott csurgói polgármester szerint október 1-e után is biztosított a hivatal működése. Megbízott jegyzőként a feladatokat Ács Attila látja el, aki segíti majd a körjegyzőségi településeken az alakuló üléseket és az átadás átvételeket, mondta el Ilia Csaba. Ő jelenleg még egy másik körzet jegyzője, és ő lesz az, aki bírja bizalmamat, és ő lesz az, aki a munkánkat segíti. Ezekben az időszakokban, hogy a körjegyzőségen lévő települések se aggódjanak, a mai nap délelőtt folyamán már mindegyik polgármestert a hivatalból felhívták, polgármesteri hivatalunkból, mindegyik polgármester megkapta azt, hogy mikor fogunk itt találkozni, mikor fognak ők találkozni Ács Attila jegyző úrral. Ekkor egyeztetnek a körjegyzőséghez tartozó települések vezetőivel a képviselőtestületek alakuló üléséről is, mondta Ilia Csaba. Legkésőbb jövő év elejétől azok a fiatalok is támogatott hitelhez jutnak, akik számára nem elérhető a diákhitel, hiszen már 17-18 éves koruk óta dolgoznak. A munkáshitel felvételéhez nem lesz szükség arra, hogy szakmunkás végzettséggel rendelkezzenek a fiatalok. A kölcsön a szakemberek önállósodását segíthetné, továbbá a vállalkozásuk elindításához is hozzájárulhatna. A hitel részleteit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter dolgozza majd ki, és legkésőbb 2025. január 1-ével bevezeti a kormány. A kormány tárgyalt a szakmunkáshitelről. Következő kormányülések valamelyikén, de biztos, hogy október végéig ebben döntés fog születni. A kormány úgy döntött, hogy nem szakmunkás hitelt szeretnénk bevezetni, hanem egy olyan munkáshitelt, ami nem csak a szakmunkások számára érhető el. Diákhitel az első Orbán kormány rendkívül sikeres terméke volt. Úgy gondoljuk, hogy a munkáshitelre pedig most van szükség, és ezt tenni teljessé a fiatalok számára a kedvezményes hitelhez jutás lehetőségét. Az ÁFA levonására jogosult hazai vállalkozások szeptember végéig nyújthatják be a külföldi ÁFA visszaigénylésre vonatkozó kérelmeiket, hívta fel a figyelmet a közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hangsúlyozták, a határidő jogvesztő, vagyis ezen időpontig a kérelmeknek be kell érkezniük a hivatalhoz, aki elmulasztja, az a tavalyi számlái után a külföldön megfizetett áfát már nem igényelheti vissza. A magyar vállalkozásnak nem szükséges a külföldi adóhatóságot megkeresnie azért, hogy a külföldi beszerzései után visszakaphassa az áfát, mivel a NAV-hoz, mint letelepedés tagállamához kell benyújtani elektronikus úton az ÁFA visszatérítési kérelmet. Tavaly szeptember 30-áig mintegy 25 ezer magyar ÁFA visszatérítési kérelmet továbbított a NAV az érintett tagállamokhoz, közölte a Vámhivatal. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hosszú távú stratégiai együttműködést kötött, melynek célja a kultúrált borfogyasztás népszerűsítése az egyetemeken, a közös szakmai rendezvények együttes megvalósítása és a borászati füzetek szakmai labban történő tudományos tartalmak bővítése, valamint annak kutatási forrásként történő felhasználása. A MATE Kaposvári kampusza is csatlakozott a Pannonia programhoz. Az ösztöndíj program keretében a magyarországi felsőoktatási intézmények együttműködéseket alakíthatnak ki külföldi intézményekkel, hogy hallgatóik, oktatóik vagy munkatársaik nemzetközi mobilitásokban vehessenek részt. Tehát én mindig valami, mondjuk ez egy pont egy absztrakt munka, de egyébként a legtöbbször mindig valami figurát választok, valami lény. Perge Veronika a Mater Ripőrónai Művészeti Intézet képi ábrázolás szakán végzett, most diploma után pedig a Pannonia program keretében Máltára utazhat, további tapasztalatokat szerezni, amelyek a művészetét segítik majd a jövőben. Az utazásokból tudom a legtöbb inspirációt kapni, úgyhogy az például tökéletes lehetőség, hogy kimehessek és világot lássak, tapasztaljak, és
ezáltal is még többet kihozhassak magamból és a művészetemből, úgyhogy ezzel mindenféleképpen szerettem volna élni. A Pannonia program 10 milliárd forintos keretösszegből valósulhat meg. A hallgatók egyrészt a világ vezető egyetemeire juthatnak el, de az intézmény legjobb hallgatója a top 250 egyetem egyiként tanulhat fél vagy egy évig, és azok a fiatalok is igénybe vehetik, akik még csak jelentkeztek a világ top 100 egyeteme közül valamelyikre. Részt vehetnek egy külföldi intézményen, akár szakmai vagy különböző tanulmányi programokon. A rövid távú hallgatói mobilitás keretén pedig lehetőség van kijutni egy akár szakmai konferenciára, vagy részt vehetnek egy nyári egyetemen. Ez, aki ebben a programban részt vesz, annak komoly nemzetközi tapasztalat lesz, számtalan élménnyel gazdagodik, amelyeket föl tud használni majd a minden napjai során. A Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem tekintetében közel 40 hallgató vesz részt vagy vett részt a programban. A programra idén országszerte rekordszámú jelentkezés érkezett. Ebben a fél évben 140 fiatal juthat el a világ valamelyik egyetemére. Elkezdődött a Millió lépés az iskoládért 11 héten át tartó őszi kihívása a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége szervezésében. A verseny során 100 iskola nyerhet 1-1 millió forintot sporteszközök vásárlására az Aktív Magyarország támogatásával. A Gyerünk Apukám elnevezésű őszi forduló a férfiak egészségére és megmozgatására fókuszál. A cél az, hogy minél több férfit, apukát és nagypapát ösztönözzön aktívabb életmódra. Szeretnék, hogy minél több résztvevő bevonásával, rendszeres mozgással lépéseket gyűjtsenek az iskoláknak, és minél többször végigjárják a kék kört, illetve minél többen járjanak aktívabban, zöldebben iskolába. Vállalkozói fórumon tájékoztatták a kaposvári és a somogyi cégeket a legújabb, innovatív fejlesztésekről. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Somogy vármegyei szervezete a digitalizáció fontosságára hívta fel az előadásokon keresztül a figyelmet. Az eseményen elhangzott, a modern vállalkozások sikere a digitalizáción is múlik. A találkozó célja a hazai vállalkozások működésének támogatása, valamint versenyképességük növelése. Az úgynevezett VOSZport már egy éve működik sikeresen. Ez a VOSZ saját fejlesztésű, a cégvezetést segítő átlátható, testre szabható és bővíthető digitális platformja. A szerdai vállalkozói fórumon Barabás Tamás ismertette a szolgáltatás eddigi eredményeit, beszélt a folyamatos fejlesztésekről, a mesterséges intelligencia használatának és a digitalizáció fontosságáról is. Rendkívül jól szerepel úgy, hogy a KKV ki tudnak próbálni több szoftvert, és az alapfunkcionalitáson kívül több olyan funkcióban látnak, azt mondom, hogy kipróbálási, majd pedig használati lehetőséget, mint például egy elektronikus aláírás használata, időpontfoglalás. De ha azt nézzük, hogy mi az, ami a legnépszerűbb a funkciói közül, természetesen a számlázó, céginformációs lekérdezések, banki tranzakciók kezelés, ez, ami még mindig a vállalkozók többségét ugye érdekli, érinti, hétköznapjait nyilván ezekkel a szoftveres megoldásokkal oldja meg. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Somogy vármegyei szervezete a digitalizáció fontosságára hívta fel az előadásokon keresztül a figyelmet. Az eseményen elhangzott, a modern vállalkozások sikere a digitalizáción is múlik. A magyar kis vállalkozások különösen le vannak maradva a nyugat-európai vállalkozásokhoz képest a hatékonyság tekintetében, és a digitalizáció az az eszköz, amivel ezt a hatékonyságbeli lemaradást tudják pótolni, hiszen az élő munka hatékonyság növelése az nagyon szűkre szabott és keretezett, míg a digitalizáció, illetve az automatizáció azok olyan lehetőségek, amivel a költségeket tudják csökkenteni és a hatékonyságot tudják növelni. A találkozó célja a hazai vállalkozások működésének támogatása, valamint versenyképességük növelése volt. Tarthatatlan helyzet Csurgón, sem a jegyző, sem az aljegyző, de a hatósági iroda vezetője sem folytatja a munkát október 1-től. Pannonia program. A MATE kaposvári kampuszának hallgatói is szerezhetnek külföldi tapasztalatot. Digitalizáció. Vállalkozói fórumot szervezett a VOSZ.
Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkban, én köszönöm meg tisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap este is, viszontlátásra!